Ott van. Halljátok a hangjait? Milyen zseniálisak. Hello mindenkinek, én Kibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. A mai videóban egy újabb modot fogok nektek bemutatni, ezúttal a The Conjurer modot, ami egy vadonatúj Illager típusú mobot ad hozzá a játékhoz, mégpedig a bűvészt, a szemfényvesztőt, vagy a showment. Hát elég sok neve van. Egy nagyon érdekes mobról van szó, remélem, hogy tetszeni fog majd nektek ez a mod bemutató. Hogyha ez így lesz, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek a videó alatt egy lájkkal, illetve írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel, és hogyha ti is ki szeretnétek próbálni ezt a modot, akkor a letöltési linket megtaláljátok a leírásban. Viszont szerintem akkor vágjunk is bele. Ez a sok néven ismert mob egy új típusú generált építményben fog spónolni itt a sötét tölgy erdőben, mégpedig a színház teremben, és hát maga a bűvész egyébként egy nagyon érdekes karakter, rengeteg különböző képességgel rendelkezik, amiket most nem fogok felsorolni, mert hát nézzük meg, hogy pontosan mit tud így az élesben rögtön. Szerintem nagyon királyak a képességek, úgyhogy nem akartam leszpoilerezni őket, és elég látványosak is. Szerintem egy nagyon király modról van szó, pedig csak egyetlen egy élőlényt ad hozzá a játékhoz. Hogyha sikerül megölnünk a bűvészt, vagy el tudjuk lopni a sót, akkor megkapjuk a, mármint nem a konyhasót, hanem a műsort, akkor megkapjuk a kalapját, ami 30%-kal csökkenti a varázslatokból származó damage-et, illetve megszünteti a rossz omen effekt hatását, tehát azt az effektet, amit akkor kapunk, amikor megölünk egy Illager kapitányt, és amivel elkezdődik egy raid, hogyha belépünk a faluba, hát ezzel ki tudjuk védeni ezt, illetve be is lehet festeni a különböző Minecraftos festékanyagokkal, mint egy bőr ruhadarabot. Viszont szerintem akkor menjünk is be a színházterembe, hát még senki nem mer be szerintem így színházterembe, mint most én. Ilyen állik felfegyverkezve, lehet, hogy még ez is kevés lesz egyébként, majd meglátjuk. A lényeg az, hogy hát itt van ez a színházterem, és egyébként itt is be lehet menni, de én láttam egy hivatalos bejáratot. Itt megöljük rögtön a recepcióst, mert miért ne. És itt van egy ajtó. És ő pedig itt a ruhatáros lenne. Na most a közönség egyébként több különböző mobból is állhat. Egyébként itt van a recepciós pult. Ők itt a támogatók. Milyen jó kis festmény van itt. Ezt is el lehetne lopni egyébként. Szóval a közönség állhat Illagerökből, Pillagerökből, illetve Illusionerökből is. Viszont akkor menjünk be. Úristen, ennyire nem tetszett valakinek a műsor? Ne ölj meg! Úristen, az utolsó pillanatban. Kapta? Jó, lehet egy pajzsot adhattam volna magamnak. Jó. Aha, jön a közönség. Dodge. Hát itt nem fogok tudni dodge-olni. Jó. És ott van a bűvész, azt nézzétek srácok. Mindenféle trükköt felhasznál, és a zombit magára haragította. Nézzétek milyen kis labdákat. Ilyen pattogó labdákat lőtt ki. Szerintem nagyon királyul néznek ki a képességek. Hogy nézi a zombi? És itt van egy nyúl is. Oké. Megint készül valamire. Hogy röhög? Hallottátok? Még a kalapját is levette. És itt tapsol, mindent csinál. Úristen, ezek ilyen támadó nyuszik? Aha! Ja, én azt hittem, hogy csak így itt vannak. Hogy röhög? Hallottátok? Oké, együnk egy kicsit. Küldi ezeket a golyókat folyamatosan. Több képessége is van, srácok. Hát végül is egy ilyen mini boss fightnak is nevezhetjük. Mindenféle nyuszikat spónolt le. Kiket nem tudok eltalálni. Közben próbálnám mutatni a képességeit is, csak ezekkel a nyulakkal vagyok elfoglalva. Elteleportált. Hol van? Eltűnt, srácok. Ezek a nyulak mindjárt megölnek, összvágjátok? Olyan kicsik és annyira mozognak, hogy... Egyszerűen nem bírom eltalálni. Hogy több életük van a szokásos... Úristen, milyen... Milyen hangja van ennek a nyúlnak? Ilyen veszett. Halljál meg! És már megint spawnolt újakat. Kapta? Hogy tapsol? Azt nézzétek. Szerintem ez nagyon király. Ó, és elteleportált engem. Kapta a nyúl? Na gyere! Ott van. Halljátok a hangjait? Milyen zseniálisak? Nagyon tetszik. Oké, hol vagy? Valahol itt van. De nem ez a nyúl? Hogy röhög? Oké, együnk egy kicsit. Teleportálgat közül folyamatosan. Megy a műsor és kártyákat szórt az arcomba, srácok. Bűvészkártyákat. Látjátok, ott hullanak a kezében.
Hát ez elképesztő ez a mod. Nyúl! Úristen. Nem is tudtam, hogy a nyulak ilyen idegesítőek tudnak lenni. Felment oda a... Úristen. Magaslatra. Mindjárt. Meg is öl. Oké. Okay. Ezeket a nyulakat most már abba hagyhatnád, mert elég olcsó trükk. Nyilván ugye ezek azok a nyulak, amiket így a kalapjából előhúz. Tudjátok, a tipikus bűvész trükk. Jöjjünk be ide az öltözőbe, hát ha itt van valami. Ó, itt van a cucca. Egy ilyen kis készülő terem. Az előadás előtt. Csak már nincsenek nézők. Hé! Hey, kiteleportált az egész... helyről. Oké. Okay. Kapja. És elteleportált megint. Ezek a trükkök elképesztőek. Nekem nagyon-nagyon tetszenek. Nagyon látványosak. Közben mindjárt megöl. Megeszem az utolsó enchantolt aranyalmámat is. Ezek a nyulak vitték be szerintem a legtöbb damage-et eddig, de komolyan. Itt volt az előbb. Megint eltűnt. Hallottátok, hogy áú, azt mondta. Oké, okay, még mindig ott van fent. Kapta. Mindenféle trükkje van. Pattogó labdák, nyulak, kártyatrükkök. Itt röhög, itt krákó. Ott van a nézőtéren. És megint eltűnt, mire ide értem. Hát, de én nagyon élvezem ezt a boss fightot. Itt van, csak láthatatlan. Oké, okay, ezek a nyulak nagyon zavaróak most már. És az, hogy alig lehet megütni őket. Ott van fent a színpadon. És eltűnt. De milyen hangjai vannak, ez zseniális. Itt volt. Próbálom követni a particle effekteket. Ezekkel a labdákkal lehet szerintetek valamit csinálni? Próbálom visszaütni őket. Lehet, van az öltözőben? Aha, itt van. Itt volt. Együnk közben. Bejöttek a nyulak is. Itt volt? Úristen! Srácok, ez zseniális. Nagyon élvezem. Milyen hangulatos. Oké. Okay. Nesze! És meghalt végre! Micsoda a műsor! Megkaptuk az advancementet. Amikor beléptem a színházba, pedig azt az advancementet kaptam még videón kívül, hogy it's showtime. Úgyhogy, hát ez baromi. Ez nagyon vicces ez a mod. Nekem nagyon tetszik. Ah, srácok, és megkaptam ezeket a pattogó labdákat. És én is el tudom így lőni. Hú, ez érdekes. És megkaptam a... Ó, megkaptam a kártyáit is. Na várjatok, elég sok mindent kaptam. Ezt ki kell próbálnunk, viszont kimegyek innen. Hát ez lett volna a műsor, srácok. Hatalmas ováció. Álló tapsvihar. És még itt van egy nyuszi, na most nézzük. Próbálom a labda... A labda nem sebzi őt. Szerintem ez inkább csak egy játék. Nézzük meg a kártyát. Nem sebzi. Csak így dobálni lehet őket. A kártyákat. Hát ezek a nyulak voltak a legidegesítőbbek szerintem. A többi képessége ilyen vicces volt. Hé, hova lett a másik két labdám? Ó. Oh. Ez ki? Nem tudom, ez kicsoda. Szerintem ez ilyen kis easter egg akar lenni, vagy fogalmam sincs. Eltűnt a másik két labdám. Hmm. Na, hát minden esetre igazából ezeket kaptuk, illetve megkaptuk a kalapját, amit így fel tudunk venni, és most már én vagyok a házigazda. Egyébként tök jól néz ki. Még egy kis védelmet is ad, nem sokat. És hát vannak rajta azok a képességek, amiket mondtam. És hát itt van ez az öltözője, nem igazán tudtuk megnézni. Itt is van belőle egy másik set. Ez egy ilyen kis backstage terület, egy kis kulisszák mögötti terület. Itt van egy ilyen kis csap. Szerűség. És hát itt van a, itt lett volna a közönség, csak őket megöltük még előtte. Ó, itt van a golyó, oké. Okay. Na, hát oké, okay, srácok, hát nagyjából ennyi lett volna ez a kis, hát bossnak azért nem mondanám, egy ilyen kis mini boss, de szerintem nagyon élvezetes volt, nagyon fantáziarus, nagyon kreatív, ritkán találunk manapság ilyen modokat, de szerintem ezek nagyon királyak mindig. Kedves Creeper úr, hoztam egy kis pattogós labdát. Aha, ezzel nem... Ó, oh, de! Megsebezte! Meg lehet sebezni. És a kártyák? Az is! Nesze! Hát ez nagyon király. Ez nagyon tetszik. Sebezni nem tudom, hogy sebzi-e. De minden esetre azért működnek. Szóval lehet ilyen kis trükköket játszani ezzel.
Úgyhogy srácok, ennyi lett volna ez a videó, ez volt a Conjurer mod, illetve az azonos nevű kis ellenfél, egy új típusú Illager variáns, ami szerintem nagyon király és iszonyatosan kreatív, nagyon-nagyon tetszik. Remélem, hogy nektek is tetszett ez a mod, mindenféleképpen írjátok meg kommentben a véleményeteket, illetve ha tetszett a videó, akkor azt jelezzétek egy lájkkal, és hogyha ti is ki szeretnétek próbálni ezt a modot, akkor a letöltési linket megtaláljátok a leírásban. Hát ez aztán a gyönyörű befejezés, jöhetnek a függönyök, köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk egy következő videóban, addig is, sziasztok!